Itt leszünk a jelmondata az idei kolozsvári magyar napoknak, amely idén két évnyi visszafogottság után teljes gőzzel zajlik a kincses városban. Ehhez mérhető a közönség elvárása is a kulturális életeme megkerülhetetlen viaduktjával szemben, ahogyan Gergely Balázs főszervező nevezte a magyar napokat. Hál' Istennek nem csak az elvárások nagyok, az nagyon helyes, hogy nagy elvárásokat támasztanak irányunkba, a lendület is nagy, és köszönhetően annak is, hogy a tavaly és a tavaly előtt nem hagytuk ki a pandémia alatt a szervezést, a csapat nem rozsdásodott be, és hát töretlen lendülettel és töretlen szeretettel, jókedvel, és hát a szervezőtársaim, az önkéntesek nevében mondhatom, hogy nagy áldozatkészséggel végezzük a munkánkat, és hát aztán a végén majd a közönség kiállítja a bizonyítványt. Hál' Istennek olyan gazdag a magyar kultúra éves tárháza, az új termések, a kolozsváriak is, és erdélyszerte, Kárpát-medence szerte, annyi jó dolog születik, hogy ebből mazsolázva, szemezgetve mindig tudunk újat hozni, de alapvetően az én elvem az az, hogy ebben a rendezvényben is ugyanúgy, ahogy az ünnepeinkben, a karácsonyban, a húsvétban, valahol a ismétlődő állandóságot tartsuk meg, hiszen ez adja meg az egésznek a varázsát. Nem kell mindig nagyon új és nagyon divatos lenni, olyan kell lenni, hogy a közönség szeresse, és valahol azért tartsuk is azt a vonalat, amit elindítottunk. A közönség pedig nagyon szerette a nyitógála alkalmából Kolozsváron először bemutatott Szerelmünk Kalotaszeg című előadást, a Duna Művész Együttes és a Göncöl Zenekar produkcióját. Nagyon-nagyon nagy élmény volt számunkra az, hogy ide a hazájába elhozhattuk ezt az előadást. Értő közönség előtt, olyan közönség előtt, aki tudja, ismeri ennek az igazi mélységeit, ami mi csak álmainkban fordul elő, hogy mi is tudjunk olyannyira azonosulni, mint az itteinek ezzel a kultúrával. Az előadásnak ez volt a célja, igazából, hogy ezt mutassuk meg, hogy hogyan tudunk közel kerülni egy kultúrához, amit megszerettünk, hogyan tudjuk a magunkévá tenni, és hogyan tudjuk a lelkünkön keresztül ezt a jövőnek továbbvinni, a lelkünkben éltetve, szeretetben, és hát itt ez a csodálatos magyar közönség, vastapsa, az tényleg most, hogy is mondjam, kicsit megérintett. Nagyon-nagyon boldog vagyok, és nagyon köszönöm, hogy itt lehetünk a Duna Művész Együttessel a nyitógálán a Magyar Napokon. Köszönöm szépen!